Vissza a kölyökhöz. Ezekkel a szinkron hangokkal lett kicserélve az a rádiós dolog, ami ugye az előző játékban volt. Itt meg a karakterek is beszélgetnek, tehát hogy ezzel különböztetik a személyeket. Ugye emlékeztek, hogy Johnnyval ugye most kiotottunk, és ugye, ja, a szinkronok. Ja, az egy dolog, hogy már vannak szinkron hangok, de pocsék a színészi játék a szinkron hangban. De ugye emlékeztek, hogy amikor Koleszból kijöttem, akkor kung fu kezeim voltak, meg molotov koktéljaim. Na most mi van nálam? Csak két tetves molotov koktél. Tehát annyira nem figyeltek oda a készítők, hogy három karakter kódolásánál nem tudták megjegyezni, hogy amit első karakterrel eddig összegyűjtöttél, az átmentik a negyedik pálya kódjába. Ezt nem tudták megcsinálni. Mi a lusták voltak megcsinálni? Ja, és a többi karaktere is ez vonatkozik, tehát hogy hiába vettem föl a Winchester puskát, hiába vettem föl valamilyen közelharci fegyvert a portással, ezeket minimálisan fogjuk visszakapni. Még hogyha, tehát volt nálam kb. 12 töltény, és most visszaredukálódik olyan 3-ra. Tehát nem mentettek a karakterek közt. És most két nagy dobásom lehet, illetve most felvettem a golfütőt, mert ugye a kung fu öklököt sem jegyezte meg a játék. De a cheat code nagyjából remélem úgy működik, azt majd megnézzük a játék végén. Viszont a golfütőről mindig azt tudtam, hogy az egyik legszarabb fegyver az alapjátékban. Itt két erősítéssel kimúlik a zombik. Kész. Hát ott volt a második. Ennyi volt. Ezt az utcát is jegyezzétek meg. Ugye most kijöttünk a koliból. Ez a kolesz egyébként, nagyjá, azt hiszem. Itt vagyunk az utcán. Most hát a városban. Most megyünk, ugye most el kell mennünk a könyvtárban, ugye találkozunk Erikával, a másik barátnőnkkel, ami a tényleges barátnőnk, és nem a szobatársunk, hanem a szerelmünk. De hát tudjátok, hogy mi lesz vele, ha már a Susan-t se tudtuk megmenteni. Tehát a sztori annyira magáért beszél, tehát elspoilerezi saját magát. Tehát a laikus is kitalálhatta, hogy mi fog történni, tehát... Na? Az aztán a nagy színészi tehetség volt. Ne gyere közelebb! Nem az van, hogy ne gyere közelebb! Ne! Nem. Ezt le lehet felejteni. 2009-ben mi az, hogy játékban színészi tehetség? Ugyan már. Ezek csak lámpák és drótok. Modellek. Semmi felszedhető dolog, úgyhogy itt kell majd tovább mennünk, nyilvánvaló. Hát abban mondjuk volt valami... Igen, a büdös zombik is visszatértek, amik hánynak, meg kamikázéznak. Sajnos ők is visszatértek. Miért kellett kitalálni ezeket? Miért kellett kitalálni? Azt hiszem itt kell följönni. Hú, de nagyon sokan vannak. Ó! Ez hogy sikerült? Na mindegy. Akkor szépen átmennek a tűzvonalba. És maguktól szétesnek. Hát rohadjál meg! Hát éreztem! Utálom ezeket a hányó zombikat. Nagyon utálom.
És basszus, ide kellett volna bejönni. De hát ez nem a könyvtár, öcsém. Ez tudjátok melyik pálya? A falra, úgy van. Ne sémál szét. Akkor ne essél szét, jó gyerek. Ó, a golfütőt kicserélem erre a vascsőre. Az azt kell tudni, hogy jobb klikkel egy ütéstől kimúlik egy zombi. Így van, nézzétek meg. De ha most nem okádott volna rám, akkor szépen is meg tudtam volna mutatni. Úgy van, még kelljél föl jancsikázni. Hú! Egy oldalas lángos. Ja, tehát az a főépület volt, tehát ezen keresztül kellett átjönni. De a... hol is van a könyvtár? Azt nagyjából emlékszem is, hogy hol volt. Azért meg... egyszer már végigjátszottam, fúj. Ott van! Az az épület ott elő, oda kell menni. De nyilván azt kell megcsinálni, hogy kell egy kerülőt csinálni, méghozzá itt ezen keresztül. Ez be van zárva, úgyhogy itt le kell ugrani. Ugye emlékeztek, amikor meséltem arról, hogy vannak földön hullák, azok mozognak, hogy hogyan lehet megkülönböztetni azt, hogy melyik fog fölkelni. Amelyiknek van árnyéka. Annak a modellnek, amelyiknek van árnyéka, az fel fog kelni a földről. Amelyiknek nincs, az hulla. Szívesen. De ezt már az alapjátékban is lehetett tudni. És akkor... ott a könyvtár, de itt le kell ugranunk. És itt kell tovább haladnunk, hogy át tudjunk haladni a túloldalra. Ez nem. Akkor férfi véc... nem. Várjunk. Ja, itt le. Le. Nem? Nem okátsz le. Á! Megvan a revolver. És ez az egyet, ez az utolsó felszedhető fegyver a Johnny-nak. Tehát a Molotov koktél, a közelharci fegyver... Molotov koktéles revolver, ezeket tudja használni. A közelharcit azt nem rakom oda, mindenhova, mert az ugyanaz. És akkor most... laikus ember azt gondolná, hogy ide a kocsira fölugrana, és akkor átugrana, és akkor végre tudnánk menni. De nem. Nem fogjátok elinni. Ezt a kocsit kell eltüntetni. Hogyan? Meg kell ölni a közeledő zombikat. A revolver nagyjából működik, de... egyszerűen borzasztó, mint mindig a célzás. Tehát, hogy akkor is mozog a célkereszt, ha mozgok, akkor is mozog, ha sprintelek, akkor is mozog, ha csak az engeret mozgatom. Nézzétek meg! De valamikor beválik, valamikor meg nem. Most is milyen szép fejlővéseket tudtam okozni, de csak a sniperre 100%-os fejlővéseket tudok okozni, de a revolverrel néha összejön, vagy nem. És látjátok, hang nélkül egyszer csak így puff, a szellemkocsi eltűnt. Rohadjon meg, aki ezt kitalálta. És annyira tetszik nekem, hogyha még nem hagyta, ha hagytam volna még zombit, és jöttek volna közelembe, akkor a betöltés közben lehet hallani, hogy még szétszincálnak. But I'm sure the students have brought this upon us. I can't let those things defile the college. I need Bessie. Bessie will take care of this. Két fontos dolog. Most visszatértünk a portáshoz. És most mindenki nagy kérdezni, hogy de hát a katona... látjátok ezt a pályát? Ugye a katona, az őrmesterrel jöttünk ide. Most a portással vagyunk itt. Most konkrétan visszafelé kell mennünk. Ismerős a pálya? Ugyanazt a pályát felhasználták, csak most egy másik szemszöggel kell végigvinnünk ugyanazt a pályát. És nézzétek meg, alig van Winchester puska töltényem. Nálam van az ásó. És a Winchester puska. Van más fegyverem? Nincs más fegyverem. Háromszor kinyögte ugyanazt a hangot. Ugyanazok a modellek. És most meg eltűntek. Hogy tűntek-e? Na mindegy, tehát hogy most ugyanazt a pályát, amit
a harmadik pályánál megcsináltam, most ugyanazt kell megcsinálni, csak egy másik karakterrel és visszafele. És ugye a fejezet az a neve, hogy a csaj, van egy csaj, akit úgy hívnak, hogy beszél. De az nem csaj. Tudom, tudjátok, mindig vannak olyanok, amikor valakit egy nőről neveznek el. Mondj 5-öt, mondj 20-at, szólj meg. Family Guy referencia. Ugye most meg kell keresnünk Bessie-t. Ugye most így van nevezve. Abban a gondozónak a házikójában, ahol indultunk az őrmesterrel. Ugye most vissza kell mennünk ugyanoda. Tehát akkor ismerik az utat, most arra kell visszamenni. Tehát értitek mennyire voltam kiagadva, hogy most ugyanazon a pályán kell visszamenni, ahol egyszer bejártunk, és most ugyanazt kell használni. És amúgy képes voltál az annál a pályánál eltévedni, akkor másodszorra hiába tanultad meg, hogy végre kijutottál, nem jegyezted meg, hogy mi hol van, hanem újra ugyanott kell lenned, és megint el fogsz tévedni. Ja, meg a másik, hogy most a portás most kapott észbe, hogy ez most tényleg nem prank. Kösz. Tehát hiába vagy jó rutinból, egyszer eltévedtél egy pályán, másodszor vissza kell jönnöd ugyanez a pályához, csak másik szemszögből, akkor megint el fogsz tévedni, mert az idegesség vitt téged abba az irányba, hogy kiussál abból a tetves pályából. Kussoljál már! És miattad beakadtam. Köcsög. Fejbe lőttem, arrébb lögtem, elterült szégyenében. Meg is érdemeltem. Mi a francot ugata a fülembe? Idióta. Na, ismerős a? Egyébként ez az a kukoricaföldön, ez a búzatartó épület, ugyanez volt az eredeti játékban is, és most ide le kell menni. Oh, Bessie, did you miss me? És mögöttem egyszer csak egy script fölgyújtja a bejáratot, a kijáratot, és most már nem tudnak bejönni a zombik. Na, mégis be tudnának jönni, akkor megégnek. Íme Bessie, azaz a shotgun. És íme a portásnak a másik fegyvere. Tehát a Winchester puska meg a shotgun. Ezt ő tudja használni. És annyira szomorú vagyok, hogy senki nem tudja használni ezt a shotgun, mert ez a fegyver atom jó. Még jobb, mint az előző részben. Nézzétek, a szórás mindenkit leszed. Tehát ha nagy rajban jönnek a zombik, akkor egyet lősz. Egyszerre háromat ki tudsz nyírni. Ezért is érdemes spórolni a izével, a shotival. Mert ez nagyon jó fegyó. Arra kell menni. Oh! Hello! Nem ijedtem meg. Nagyon behatárolhatatlan, hogy mikor döglik meg két lövésre, mikor döglik meg három lövésre. Most imádják a két lövéses halált. Na most összegyűjtöttem mindent, és ez ismerős lehet mindenkinek. Így van, ez volt az, ahol háromszor elmentem, és milyen jó lett volna beugrani, de hát nem ez volt a cél. És most vissza kell menni ugyanabba az irányba, ahonnét jöttünk. Ennyi volt a pályának a lényege, hogy fölvegyük a shotgunt abból az épületből. És most mehetünk vissza ugyanott, ahol a katonával befejeztük a harmadik pályát. Ez aztán a pálya felhasználás, újra felhasználás, amit nagyon utáltam a Harry Potterben. És az egy évvel későbbi játék. És egyébként nem értem, hogy ez a három karakter hogy a francban nem találkoztak össze? Hogy nem tudták azt megcsinálni, ha már alapból három karakterről van szó, akkor miért nem azt lehetett csinálni, hogy a fináléra összejönnek a karakterek, és együtt menekülnének ki? De nem. Ezek össze-vissza
keresztezik egymás, tehát aki volt egyszer valaki a könyvtárban, az két pályával később a másik karakter ugyanott lesz. Tehát ezek valahogy ilyen ördögi kört csinálnak maguk körül, és így kerülgetik egymást. És most is, nézzétek meg, most újra katonával vagyok, a Sergeant-tel, ez a Travis Davis, mit tudom én, hogy hívják, az őrmester csávóval. Az előző pályán, amikor őt irányítottam legutoljára, akkor kb. 130 töltény volt az M16-osomban, most meg nézzétek meg, ez lecsökkent 60-ra. És maradtak az ökleim, nincsenek kungfu ökleim, van 24 glockom, és a sniperem nincs meg. Tehát, mi a fos? De legalább az M16-os, az... gyors újratöltés és gyors precíz lövésekkel, nem is, kicsi szórásokkal azért tudja, hogy mondjam, a szenvedéseimet csillapítani. És kb. 4-3 fejlövés a Glockkal lehet kiiktatni a sima zombit. És 4 fejlővés kell a közelharci zombiknál. Mert igen, azok is visszatérnek. Ja és igen, ugyanam maradt az a fajta bug, hogyha fölmászok egy asztalra, akkor a zombi nem támad meg. Tessék, ott áll. Nézeget, de leszar. Ja, meg hát nem is kell a fejre lőni, hanem alapból 3 lövés bármilyen testrészre kimúlik. 1-2H, 1-2H, 1-2H. Nem tudtam számolni rendesen, mondom. 1-2H. Jó van akkor! Itt táncikáltok össze-vissza. Na, akkor itt mutatom a lényeget mindjárt. Igen, és akkor ez az M16-os tár. Ez meg a Glocké, hogy az anyán van egy kis csücsök. Egy kis talp. Van egy kis talpa. Most körbejártam. Most megint vannak. Ohohohohoho! Ez aztán a raj, öcsém! 1-2-H! 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 Glock lövésekkel mennyien Sobert nobrizni. És akkor most, jó, ugye az a feladatunk, hogy a kettes csapatot találjuk meg, de lehet látni, hogy ez itt Rodriguez, mindenki hullott. Tehát konkrétan senki nem élte túl, tehát az a feladatunk, hogy túlélőket keressünk. De senki nem élte túl. Hogyha mégis, akkor az már zombi. Ez már föl akart robbanni. Egy-két-há. Elfazarodtam egy golyót. 1-2-H, 1-2-H, 1-2-H. 1. Jaj, elpazaroltam egy töltetet. Itt vagyok a könyvtárban. Tehát az egyik karakterre már voltam, itt most a másikkal még egyszer. És emlékeztek, amikor az előző karakterrel voltam itt, akkor nem volt egy Rahedli töltény sem, csak Winchester töltények voltak itt. De mivel itt van a második osztag, tehát a katonaság itt volt, ezért nyilvánvaló, hogy itt van egy Rahedli Glock és M16-os meg hányás. Nyilvánvaló, hogy emiatt. De ezek az M16-osok úgy szépen le vannak pakolva minden egyes polcra, meg ilyesmi, tehát max félig megtöltött izéknek kéne lennie. Félig megtöltött táraknak kéne lennie, vagy már üres táraknak alapból. Szóval most már mindenki megzombolt, mindenki halott, szóval itt már takarítást kell elvégezni. Clear out the zombies! Ez a tipikus Secure the Area küldetés az előző játékból, hogy addig nem enged tovább a játék, hanem amíg meg nem tisztítottad a pályát.
Lehet itt darálni, tehát nem rossz, valaki szereti a darálást. A Robi and the Robots-ban is lehet darálni, ugye az Action 52-ban. De nem élvezetes. És most tűz miatt nem tudok haladni, úgyhogy... Valamit kéne keresnünk, amivel el tudnánk oltani a vizet. Megcsavarjuk a csatornát, csatorna fedelet, és akkor el tudjuk tüntetni a tüzet, és így tudunk tovább haladni. És most visszatértünk ugyanez a részhez, ahol a portással szenvedtem a Winchester töltényekkel. Emlékeztek? És a főbejáraton tovább ki, ahol már a Johnnyval már bejöttem. Ahol Hogarttal jutottam ki, Johnnyval jöttem be, és most Travisszel jöjjek ki. Tehát, döntsétek már el, hogy mikor, hol találkoztok. Ja, és ez a három ember egyszer sem fog összetalálkozni. Tehát, hogy... Most neki össze kell gyűjteni azokat a cuccokat, amivel meg tudja szerezni azt a hír, azt a reputációt, ahogy büszke a kollégiumra, meg a legjobb dolgozója címet el akarja érni, hogy összegyűjti az évkönyveket, a fotókat, meg mit tudom én, de senki nem fogja ezt értékelni, ha már mindenki megzombult, baszki. Tehát nem értem ennek a csávónak a motivációját. Most tessék. Az előző karakterjárásával hiába gyűjtöttem egy Raheli töltényt ehhez, most megint visszatértem a kalapácshoz, a főcső helyett, most visszacserélődött kalapácsra, a Winchester puskában megint alig van töltény, és akkor most össze kell gyűjteni a Fenkott kollégiumnak a jeligéjét, a fő ikonját, az aranyásót, amit lehetne használni közelharcnak is, mivel arról a modellről lett lemintázva. Kamikaze nénikédet! Hova mész? Itt vagyok! Ez a hülye kiment! Itt vagyok, te barom! Na. Lelőttem a fülét és szétesett a gyerek. Na. És akkor itt van az előadóterem, ez a lecture hall. Ezt így hívják. Egyébként három előadóterem van. És megmondom őszintén, furcsa módon lehet látni a számítógépnek a diavetítését. Ugye a Groove Games-et, hogy istenítik. De megmondom őszintén, ha ránézek erre az előadóteremre, nem tudom, ha valaki jár Csepelen. És látta a művelődési házat ott. És annak van egy nagyobbik terme, kb. Hasonlít ehhez. Annyi a különbség, hogy ott hátul van a technikai pult. Annyiban különbözik, és itt egy bazi nagy színpad, ami hátul van takarás. Nekem ez jutatta eszembe, ez nekem nagyon tetszett, de azon nem változtat azon a tényen még mindig, hogy ez egy büdös rossz játék. Hát ha választanunk kell, itt az ásó, de nem közelharci fegyverként, és külön be kell törni az ablakot. Az üveget. Egyébként észrevettétek, hogyha betöröm az ablakot, akkor a szilánkok hogy néznek ki? Fekete léből rétegek. Tehát nincsenek, nem voltak rendesen letektúrázva az üvegek, az üvegszilánkok, amiket az előző játékban meg tudtak csinálni. Itt meg lusták voltak megcsinálni. Normálisak ezek az emberek? Normálisak ezek az emberek? Ugyanaz a cég készítette. De lusták voltak, tehát akartak csinálni egy játékot, ami kb. Ugyanaz, de mégse akartak. Akkor meg mire kezdtek bele? És annyi a kedvencem, tele vannak itt kamikaze zombikkal, és ráadásul akkora hitbox, hogy még ajtón keresztül is kinyírt volna, de ha itt van a shotgun nálam. Na, ez az igazi monster kill. Szóval, minek kezdtek bele, hogyha nem tudják rendesen megcsinálni? Tehát, ha
az előző munkájukba fektettek rohadli sok időt, pénzt, kreativitást, akkor ebbe miért nem tudtak? Tehát ez nagyon szomorú számomra. Ez is mindjárt felrobban. Azt vettem észre, ha legugolsz, akkor csak három lövéstől hal meg a zombi. De hogyha állsz, akkor kettő. Tehát ezt nem nagyon tudom beazonosítani. Nem tudom levonni a logikai kötődéseket ebben a játékban. Na, átmentem a falon, na, végre lehetett látni. Most a fotókért jöttem. Nem fogjátok elnézni, milyen fotók, mert láttam őket! Mocskos, édes anyádba. Oké, hogy... Oké, hogy könnyű fokozaton játszok. Hoppá! Ez most fölösleges volt. Nem is tudtam, hogy ebben voltak. Ezek soha nem szoktam ezeket kinyitni. Szóval... Hát nem is tudom, mit akartam mondani. Ja, azt mondtam már, hogy konkrétan ahhoz képest, hogy három karaktert irányítunk, a modell a Jackről lett mintázva. Tehát mindig a Jack, tehát mindig a konkrétan Jacket irányítjuk. Tehát egy személy, aki a nagy rémülettől az előző játékban skizofrén lett, és három olyan tudathasadást kapott, hogy három emberben képzeli magát. És nézzétek, ezek a képek. Tehát egy kép, oda photoshopolták az egyik fejlesztőnek az arcát, gondolom a csapatnak a készítői, ott van az ásó kezében, nyilván ezért kellett ezt elővenni, meg egy tehén. Mik az a tehénnek egy kolihoz? Úristen! Ezeket kell összegyűjteni, aztán valami dokumentumokat. De az a baj, hogy nem magyarázza el a csávó, annyira fontosak a dokumentumok. De nem magyarázza el, miért fontosak. Össze kell gyűjteni. Ez az fontos, hogy izé. És akkor jussunk ki az eladó központból élve. Inkább nem foglalkozunk, kinyitom az ajtót, becsukom. Ilyentől kezdve nem tudnak bántani. És akkor most ki kell jutnunk. És ennyi volt ez a pálya. És van még hátra, még kb. A felénél vagyunk. Én nem válaszoltál. Vissza akartalak hívni. Most itt vagyok a könyvtárban, ami már negyedszerre jövök vissza a könyvtárba. Amíg megy a dialógus, addig nem tudok rendesen haladni. Jó, most be kell gyűjtenünk a könyvtárnak a kulcs, a kártya kulcsát. Kulcskártyáját. Lehet, hogy Erika itt el van rejtőzve. Annyit fogok mondani, Erika abban a teremben van elrejtőzve, ahol én most voltam a portással. Nem fogjátok elhinni, de így van. Mert a játékkészítők nem lusták voltak több pályát készíteni. Most megint belestem ebbe a hibába, mert már voltam itt. Ó. Igen, már közeledek, haladok. Emlékeztem még erre? Hát itt kezdtem, ugye a portással, amikor megismerkedtünk a portás karakterével, akkor itt kezdtünk. Pirula, izé. És azt hiszem itt nem is találtam kung fu könyvet egyébként, aminek nagyon szomorú vagyok. Semmi. Nem? Ki lenne emelve egyébként? Tehát nem lettek volna annyira hülyék, hogy csak a gép. Elrejtették volna a szemem elől. Ja, és most indultak meg a zombik valami folytán. Ráadásul itt két ajtót raktak be, ami egy ugyanabba a szobába vezet. Tehát most miért nem tudtak volna ide középre egy ajtót rakni? Most még kellett két ajtót?
rakni. Meg ráadásul itt most totál ugye... Ezeket a zombikat nem láttam volna, ha a gammát nem emelem fel egy picit. Tehát ezeket hogy az úristenben láttam volna? Tehát most olyan, mintha... Most már van színük, mert látom a modelleket. Most tényleg ilyen csak fekete sziluetteket láttam volna, mint a 2016-os Doomban, amikor a pályatextúrák nem voltak rendesen betöltve, és csak fekete szögymedékeket láttam volna, akkor most mi lett volna?